Az ispán úr közelébe engedte a jobbágyait, majd elhajtotta őket, hogy tudják, hol a helyük. Kicsit fáradt vagyok, nem alszunk egy hete, de jól vagyunk, bírjuk. Felkészültem, úgy érzem? Úgy érzem, hogy felkészültünk, igen. Azért vagyunk itt, hogy Palkovics miniszter úrral tárgyaljunk. Azért vagyunk itt, mert dolgozni szeretnék és nem balhézni. Én 20 éves vagyok, katás egyéni vállalkozó, és én harmadállásban futárkodom. Azért, hogy valamiben be tudjak segíteni a szüleimnek, hogy a saját személyes költségeimet levegyem a vállukról. Mindenképpen én itt szeretnék élni, és szeretnék jelen pillanatban elköltözni otthonról. Ilyen rezsijárak mellett ez valószínűleg nem fog sikerülni. Ezzel a törvénymódosítással a kormány az én lábam és további 450 ezer honfitársamnak a lába alól rántotta ki a szőnyeget 2 nap alatt, és tette kockára a megélhetésünket. Itt állunk most hárman, mindhárman katásvállalkozóként, és azt szeretnénk, hogy egyértelmű legyen, hogy nem az a bajunk, hogy adót kell fizetni, hanem az a bajunk, hogy dolgoznánk, de hogyha egyik napról a másikra megváltoztatják a játékszabályokat, és nem adnak tájékoztatást, nem adnak felkészülési időt, ezt így nem lehet. Igaz, hogy már a törvénymódosítást aláírta Novák Katalin köztársasági elnök, de mi mindent meg fogunk tenni ezen a tárgyaláson, hogy egyeztetéseket kezdeményezünk a kormánnyal, hogy valamit el tudjunk érni. 3 követeléssel és 2 kéréssel érkeztünk ide a miniszter úrhoz. Nem igazán sikerült elérnünk semmit. El lett mondva, hogy a vállalkozás ez egy olyan forma, hogy sok tényező befolyása egy vállalkozásnak a sikerességét. Ha néha jönnek olyan tényezők, akkor egy vállalkozás az néha bedől. Benne van a pakliban. Hogy mi úgy mentünk oda, hogy a vállalkozókat, a katás vállalkozókat képviseljük. Ezt is adtuk át, és ehhez képest csak a futárokról volt szó. Mi minden egyes katás vállalkozást képviseltünk, minden egyes. Nem voltak hajlandók arról még egy szót semmiteni, csak a futárokat, mert hogy mi 3 futárként dolgozunk. Így van. Nem sikerült elérni, amit akartunk, úgyhogy folytatjuk, készülődünk. Mindenkinek azt javaslom, hogy csatlakozzon a megmozdulásainkhoz, tüntessünk, érjük el, amit szeretnénk. Folytatjuk.